A gének töltik meg a fegyvert, de a ravaszt az életmód húzza meg. Elliot Jasonnek ez a mind gyakrabban idézett gondolata lehetne az óbudai szűrőprogram apropója is. Az Egészségkörút Óbudán ingyenes szűrőprogram sorozat idei zárásaként a Szimbádban szerveztek találkozót, ahol a vizsgálatokat, szűréseket végző szakemberek egy része is jelen volt. Nekik a kerület polgármestere köszönte meg a közreműködést. Az egészség olyan, mint a levegő, hogy amikor nincs, akkor roppantó kellemetlen, amikor meg van, akkor természetesnek vesszük. És a szűrőprogramok is olyanok, hogy akkor gondolunk rájuk, hogy milyen jó, ha lennének, amikor már egyébként azzal szembesültünk, hogy kár, hogy nem mentünk el 2 hónappal előtte. A harmadik kerületi önkormányzat folyamatosan támogatja a kerületi szűrőprogramokat, és a következő éveknek is alapvetően az lesz az egyik prioritása, hogy a betegség megelőzésére helyezzünk hangsúlyt. Szeretném, ha tudnák, a harmadik kerületi önkormányzat kifejezetten nagyra becsüli az önök munkáját, és kifejezetten hálás azért, hogy olyan munkát végeznek, ami nagyon gyakran nincs rivalda fényben. A harmadik kerületben 10 éve működő szűrőprogram idén 10 helyszínen várta az embereket, és a jelentkezők döntő többsége kerületi lakó volt. Az már kevésbé örvendetes, hogy az ingyenes szűrésre jelentkezők kevesebb, mint negyede volt férfi, pedig ezek a gyors tesztek nem járnak fájdalommal. Magam is csináltattam most egy vércukor mérést, és azt kell, hogy mondjam, hogy férfi társaimnak üzenném, hogy nem kell félni ettől a kis szúrástól, mert nagyon fontos az, hogy megfélőnként ennyit azért megtegyünk az egészségünkért. A Szent Margit rendelőintézet igazgatója korábban részt vett egy kutatásban. 10 000 embert kérdeztek meg többek között arról, hogy miért nem mennek el rendszeresen szűrővizsgálatokra. Az orvosok megdöbbenésére az volt a leggyakoribb válasz, hogy azért, mert hát ha találnak valamit. Tulajdonképpen ezt egy úgynevezett előzetes szűrésnek lehet tekinteni, itt mérnek testtömegindexet, van kardiológiai szűrés, van nőgyógyászati szűrés, van vércukormérés, és érdekes módon ebben az évben körülbelül 1500-an vettek részt ezeken a szűréseken, és mintegy harmadát tovább küldték, tehát azért ez nagyon nagy szám, tehát az 1500-ból ajánlották körülbelül 500-nak, hogy további vizsgálatokat csináljanak. Nem biztos, hogy ezeknek mindenkinél van valami, csak éppen azon a helyen, itt tudom, egy izgalmi állapotban mondjuk magasabb a vércukra, vagy valami, vagy azelőtt ivott kávét, vagy azelőtt evett 2 süteményt, de azért meg kell nézni. Ha már magasabb, akkor azt időben kell kezelni. Időben minden nagyjából időben minden betegséget meg lehet gyógyítani, ha elkezdjük és elmegyünk szűrésre. Az elhangzottak miatt is a megelőzésre helyezi a hangsúlyt az óbudai önkormányzat a következő években. Várhatóan a népszerű gyermekszűrések palettáját is növelik, valamint a tudatos táplálkozás és sportos életmód megszerettetésére koncentrálnak. A kerületi szűrőprogram idei záró rendezvényén nyereményeket is adtak néhány szerencsés lakónak, akik részt vettek egy vagy több szűrésen. A fődíjat a Huszárik család nyerte. Egy-egy ilyen vizsgálaton sokkal kellemesebb a légkör, nem olyan fehér, mint az orvosi rendelőbe, tehát ide szívesebben betértünk. A nyeremény kerékpár is jó ajándék ilyenkor karácsony előtt, ám a polgármester szerint összehasonlíthatatlanul nagyobb nyeremény, ha valaki megtudja, hogy egészséges, vagy ha tudja, hogy mit kell tennie, hogy megőrizze az egészségét.